Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, arra szeretném kérni elnök urat, hogy állítsa helyre a rendet a házban. Szilágyi György képviselőtársamnak biztosítson lehetőséget, hogy a beszédét befejezhesse. Ezt követően pedig szeretném, hogyha a mai ülés normális rendben a házszabálynak megfelelően folyhatna le. Amennyiben erre képtelen a házvezetés, illetve a Jobbik frakció obstrukcióval ezt megakadályozza, akkor szünetet fogok kérni. Köszönöm. Képviselő úr, akkor fejezze be ezt az egy percet, ami még önnek hátra van. Parancsolja. Egy perc. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen képviselőtársának, hogy kiegészítette itt a mondandómat, hiszen ebben is rámutatott arra, hogy az a tendencia, amit önök ebben a házban végeznek házszabály ellenesen, az milyen eseményeket vonhat maga után. Ez pontosan azt példázta, hogy itt most fontos önöknek, hogy házszabályszerűen ilyet lehet csinálni, vagy nem lehet csinálni, de abban, hogy a módosítójavaslatoknál, vagy az áraszavazás előtti módosítójavaslatoknál ugyanígy betartsák a házszabályt, az már nem fontos önöknek. Az, hogy a képviselők... Az, hogy mi választott képviselők, akik a választók akaratából ülünk benne a parlamentben, elmondhassuk a véleményünket, és igen, képzeljék el, hogy majdnem 1 millió ember szavazott a Jobbikra, az 1 millió ember megérdemelné önöktől, hogy meghallgassák a véleményét, és elmondhassák a véleményüket azokról a törvényjavaslatokról, amik önök arrogánsan és egyértelműen csak a saját maguk szája íze szerint benyújtanak a parlamentbe. Köszönöm szépen! Köszönöm. Varga László képviselő úr következik, parancsoljon, és megkérem a teremszolgálatot, hogy ezt a kábeldobot legyenek szívesek eltávolítani. Csak ezt, akkor az összes többit is. Képviselő úr, önnek nem jár már szó, nagyon sajnálom. Kérem a Varga képviselő úr óráját visszaigazítani. Varga László képviselő úrnál van a szó. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, hát nehéz percek ezek mindannyiunknak. Nehéz ilyenkor visszakanyarodni a javaslat témájához és hát az áruszavazás előtti módosítóhoz. Én csak annyit mondanék első körben mindannyiunknak, hogy nyilvánvalóan ez a harmadik verziója ennek a javaslatnak. Már jó egy éve jött be az első verzió, ezek után a következőt, főként a társasági adókedvezmény tartalommal júliusban fogadta el a ház, és ezután jött vissza ugye az Európai Bizottsággal való egyeztetés után a jelenlegi formája. Most ezek után az már tényleg örvendetes, hogy legalább egy része ennek a módosítónak koherencia zavart állít el, mondjuk nyelvhelyességi problémákat. Már ezt a harmadik javaslatot egyszer hegesztettük tulajdonképpen bizottsági módosítóval, mert akkor nem sikerült mindent pontosan úgy leírni külön egybe kötőjellel, ahogy kellett volna. Tehát része tulajdonképpen ezt folytatja ennek a koherenciazavart elhárító módosítónak, amely 7 oldalas. De ahogy mondta Szilágyi képviselőtársam is, azt még az időre való tekintete is el kell mondanom, hogy érdemi módosítások is vannak ebben, olyan eljárásjogi kérdések, amelyek nyilvánvalóan tartalmi kérdések. Itt nyilván a szakszövetségek állítják ki az igazolást, említette már előttem szóló képviselőtársam, és a szolgáltatási díjak kérdése is mindenképpen tartalmi kérdés. Következésképpen az áruszavazás előtti módosítónak ilyen módon a tartalmi változás miatt, hát tulajdonképpen a házszabály ellenessége megállapítható. Egy dolgot azért elmondanék mindenképpen, hogy nem csak ez az oka az, hogy tartózkodni fogunk a szavazásnál, hanem az, hogyha már lényegesen szűkebb körre vonatkozott ez a társasági adókedvezmény az új javaslat szerint, akkor véleményünk szerint ki lehetett volna bővíteni ezt a lehetőséget az olimpiai sportágak körére is. A javaslat változatlanul feltartja ugye a 5 látványcsapat sportág, mint külön elit sportágaknak a kategóriáját, talán szerencsésebb lett volna szélesebb kaput nyitni legalább ebben a tekintetben. Ha már az önök által ígért működési támogatás lehetetlen, látszott ez egyébként már egyébként egy évvel ezelőtt is, önök mégis beterjesztették, és akkor meg pláne kívánatos lenne az olimpiai sportágok támogatása, hogyha egyébként beigazódik az a félelmünk, hogy az infrastruktúrális fejlesztésekre is csak nagyon korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesz lehetőség ilyen módszerekkel. Tehát összességében véve tartalmi ez a módosítás, ezért sokkal hamarabb kellett volna tárgyalni. Volt ma bizottságunk, semmi akadálya nem lett volna annak, hogy ezt a kérdést érdemben végig beszéljük, de egyébként akár napokkal ezelőtt is. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Gondolom, Bárki Erik már a zárszóra jelentkezett. Igen, köszönöm, mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem, Bárki Erik képviselőurat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Szilágyi képviselő úr azt nehezte elő, hogy miért jön még be az utolsó pillanatban is módosító indítvány a zárószavazás előtt. Erre azt tudom mondani önnek, képviselő úr, azt ígértük a választási kampányban, hogy mi az emberek véleményére vagyunk kíváncsiak. Folyamatosan zajlott az a társadalmi vita, amelynek részeként a sportági szakszövetségek javaslataként merült az föl, hogy ők az apparátusukkal képesek arra, hogy ezeket a támogatási igazolásokat kiadják. Ezért a kormány könnyű szívvel mondta azt, hogy ezt is a civil szférára bízza. Ugyanúgy, hogy a sport területén az összes pénzügyi támogatásról szóló döntés egy köztestületen, a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül fog megtörténni a későbbiekben, ugyanúgy a támogatási igazolások kiadása is a sportszövetségekhez kerül, mert azt gondoljuk, hogy náluk van a legjobb helyen, ők ismerik a felhasználókat a legjobbak, és ők tudják a leggyorsabban meghozni azokat a döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek a törvénynek a jótékony hatása, a sportágfejlesztési források, adótámogatások bevonása az minél gördülékenyebben menjen. Ez volt ennek az indoka. Én azt gondolom, hogy semmi lényegi elem olyan változtatás a törvényjavaslatban nem történt, amely ne a törvény végrehajthatóságát könnyíteni, és ne azt a folyamatot egyszerűsíteni, amelynek következtében a sportfinanszírozás pénzügyi támogatásai jelentős mértékben meg tudnak nőni, és azok a fejlesztési elképzelések, azok a sportág fejlesztési javaslatok, amelyek a szövetségeknél és a kluboknál, az önkormányzatoknál megszülettek, azok a későbbiekben végrehajtásra is kerülhessenek. Ez indokolta ennek a zárószavazás előtti módosító indítványnak a beadását, amely formailag tökéletesen megfelel a házszabálynak. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket! Elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az 1-től 8-ig terjedő pontok szerint, amelyeket az Alkotmányügyi Bizottság is támogat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatok 281 igen, 1 nem és 43 tartózkodó szavazattal elfogadta. A határozat most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Téper 3376-os számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 280 igen, 9 nem és 37 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 281 igen, 43 nem és 3 tartózkodó szavazattal elfogadta. Soron következik az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés Téper 3357-es számon, az egységes javaslatot pedig Téper 3357/101-es számon kapták kész ez a képviselő. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát. A Téper 3357/106-os számú ajánlás 1-től 12-ig terjedő pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Hegedűs Tamás képviselő ügyrendben kért szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Negyed óra technikai szünetet kérek, hogy a technikai problémát át tudjuk hidalni a frakcióban az akkumulátorokkal. Köszönöm. Frakciószünetet kérünk. Képviselő úr, minden képviselőnek jár egy akkumulátor, és a frakció annyi pótakkumulátort vesz az Országgyűlés vezetésének állásfoglalása alapján a keretéből, amennyit akar. Úgyhogy azt javaslom önöknek, hogy ennek szellemében legyenek szívesek vásárolni pótakkumulátorokat, és akkor minden probléma megoldható. Folytatjuk a vitát.
Kovács Tibor képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Erre a törvényjavaslatra is jellemző az, ami itt a mai napon elhangzott. Gyakorlatilag a zárószavazáshoz benyújtott koherenciás módosító indítványok szinte követhetetlenek a tekintetben, hogy ki, mikor és hogyan nyújtja be azokat, ki és mikor dönt arról, hogy egyes indítványokat támogatnak, a másik indítványt nem támogatják, a harmadikat visszavonják. Szinte követhetetlen az, hogy hogyan fogadnak el jogszabályokat. Pánki Erik néhány perccel ezelőtt arra hivatkozott, hogy mit ígértek önök a választási kampányban? Hát például azt ígérték, hogy az egészségügyi egész rendszerét konszolidálni kell és támogatni kell, az egészségügyi különböző intézményrendszerét. Joggal várták az egészségügyi dolgozók, hogy ez a jogszabály, amit itt benyújtottak, többek között fogja szolgálni a tisztánlátást, az átláthatóságot, a finanszírozhatóságot, és a jövőben átláthatóbbá válik az egész egészségügyi rendszer finanszírozási rendszere. Természetesen a jogszabály nem erről szól, sőt, hogyha figyelemmel kísérték a mai elektronikus sajtót, abban a legfontosabb hír az volt, hogy a magyarországi egészségügyben dolgozók fizetése a legalacsonyabb a környező országok egészségügyi dolgozóihoz képest, pedig hát ugye lett volna alkalom e tekintetben is jelentős lépéseket tenni, csak utalnék arra, hogy a legmagasabb jövedelmieknek nyújtott adókedvezmények 500 milliárd forintjából, vagy éppen a MOL részvényvásárlásokra fordított 500 milliárdból lett volna éppen elég forrás arra, hogy az egészségügy fejlesztését, az egészségügy dolgozók jövedelmi helyzetét jelentősen javíthatták volna. Ez a törvényjavaslat sajnálatos módon nem erről szól, ráadásul a szabályozás, ami megfogalmazódik benne, az nem, hogy átláthatóbb lenne az egészségügy dolgozók számára, hanem még inkább bonyolultá teszi a különböző ellátásoknak a sorrendiségét például. Mindezekre tekintettel nem tudjuk támogatni a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hegedűs Tamás képviselő úr ügyrendben újra jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr! A házszabály 56. paragrafusa szerint kérem a frakciószünet elrendelését. Képviselő úr! A házszabály indoklási kötelezettséget nem ír elő. 20 perc. Képviselő úr, tárgyalási szünetet kér. Igen, tárgyalási szünetet. Az elnök mérlegelési joga, hogy elrendeli-e vagy nem. Én pedig úgy gondolom, hogy most nem rendelem el. Majd a szavazás végén elrendelem a szünetet. Úgyhogy következik Gyenes Géza, Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! A zárószavazás előtti módosító javaslatokkal kapcsolatban, hát én is csak meg tudom ismételni azt, hogy ma délelőtt volt egészségügyi bizottsági ülés, és a beterjesztett módosítók közül egyet hál' Isten visszavontak, mert az a köztisztviselők jogállásáról szól, hogy módosította, illetve a munkatörvénykönyvet, ezt visszavonták. A másik két előterjesztés, az viszont szakmailag kétségtelenül egy indokolt előterjesztés volt, bár én megmondom őszintén, láttam a parlament előtt a Józsi bácsit meg a Mari nénit, aki bejött az Alkotmányügyi Bizottsághoz, és mint lakossági vélemény megkérte az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy ő módosítsa be a gyógyszerfelhasználási törvényt, mind olyat. Úgyhogy semmi probléma nincs, nem lenne vele, csak szeretnénk, hogyha ezekről a módosítókról, ha lehetséges, kivéve persze, mikor lakossági nyomása az utolsó pillanatban bejön, azért a bizottság véleményt mondhatna, hiszen az egészségügyi bizottság én egy komoly szakmai bizottságnak tartom, és úgy gondolom, hogy meg tudjuk ítélni egy olyan kérdést is, amit az Alkotmányügyi Bizottság terjeszt be, annak a szakmai tartalmát, és kérem a jövőbe, ha lehetséges, akkor kapjunk erre lehetőséget. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szilágyi László képviselő úr következik, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés, lassan fél éve ismerjük a Semmelweis terv tartalmát és politikai ajánlásait, és sok szempontból azt gondolom, hogy az egészségügynek hasznára válna, hogyha végre elkezdené a kormány a Semmelweis terv pontjait végrehajtani.
De itt nem ez történik, itt egy másik terv, az Orbán-Matolcsi megszólító csomagról van szó, amit Szél Kálmán nevével illetnek. Itt ebben a saláta törvényben 9 törvény módosítanak, és ennek igazából két elfogadhatatlan eleme van. Az egyik a táppénz szabályokat érintő módosítások, a másik pedig a gyógyszerkasszát érintő módosítások. Ez a két dolog szembe megy a Semmelweis tervvel, hiszen a Semmelweis terv minden egyes alkalommal leszögezi, minden rendes és pontos helyen leszögezi, hogy forrásokhoz kell juttatni az egészségügyet, nem pedig újabb forrásokat kivonni abból. Úgyhogy semmiképpen nem lehet támogatni ezt a törvényjavaslatot, már csak azért sem, mert a mai napig nem álltak elő olyan szabályozási lépésekkel, amelyek valamilyen módon az egészségügy igazi problémáit megoldanák. Gondolok itt a humán erőforrás krízisre elsősorban. Nagyon várjuk, hogy olyan szabályozási elemek történjenek végre, amelyek az egészségügy igazi és valós problémáira koncentrálnak. Ez a törvénycsomag még nem ez, és az LMP frakció ezt nem tudja ilyen formában támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mivel további felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Kérdezem a kormány részéről, kíván-e valaki válaszolni a vitában elhangzottakra? Nem. Most a módosító javaslatokról határozzunk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11. és 12. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 4. és 8. pontját. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott javaslatokat? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatokat. -376, igen 37, nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most az előterjesztő által nem támogatott további javaslatról döntünk. A 6. pontban az Alkotmányi Bizottság a 67. szakasz 3. bekezdésében a forgalomba hozatali engedély jogosultjainak kedvezményes érvényesítő lehetőséget tartalmazó rendelkezéseket módosítja a gyógyszerforgalmazási törvény 36. szakasz 7. bekezdésében. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 269, igen, 47, nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3357-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot. 269, igen, 45, nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kiirdetését kéri a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak. Az országgyűlés a sürgős kiirdetési kérelmet. 273, igen, 46, nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most soron következik az egyes munkaügyi tárgy és más kapcsolódó törvények jogharmonizációhoz célú módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés TPER 3404-es számon, a bizottságok ajánlását pedig TPER 3404/37-es számon kapták készet. Az államtitkári zászlóról részletes vita végén már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés, az ajánlás 2., 8., 15., 16., 18., 27., 39., 42., 44., 46., 48. és 49. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem határozunk. Az ajánlás 5., 21., 25., 26., 28. és 38. pontjai szintén nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről a frakciók szavazást kértek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 12., 17., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 43., 45., 50. és 51. pontjait támogatja. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat.
241 igen, 45 nem és 36 tartózkodó szavazattal elfogadta. A bizottsági állásfoglalásokra és a frakciók kérésekre figyelemmel még további javaslatokról is dönteni kell. A harmadik pontban Kis Péter és mások, a negyedik pontban pedig Berta Szilvia, a hetedik szakaszban a munkatörvénykönyv 81. paragrafus második bekezdésében a próbaidő tartományra vonatkozó rendelkezést módosítják alternatív módon. Először a harmadik pontról döntünk, a bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 234 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás negyedik pontjáról szavazunk, a bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 46 igen, 282 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ötödik pontban Kaufer Virág és Ercsei Katalina a nyolcadik szakasz kiegészítését javasolják, amelyben a részmunkaidővel kapcsolatos munkaszerződés módosítás kezdeményezése kötelező elfogadásának szabályát terjesztik elő. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlésre a módosító javaslatot. 11 igen, 244 nem és 77 tartózkodó szavazattal elutasította. A hetedik pontban Berta Szilvia a nyolcadik szakaszban a törvény 117/C szakasz elhagyását kezdeményezi, amely a munkaidő mértékének felemelésére vonatkozó megállapodás részletszabályait tartalmazza. A javaslat összefügg a 9. és 13. pontokkal, így ezekről együtt döntünk. Ezek elfogadása kizárja a 6., 10., 11. és 14. pontokat, a bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 48 igen, 283 nem és 2 tartózkodó szavazattal elutasította. Most az ajánlás 6. pontjáról döntünk, amelyet Kis Péter és mások terjesztettek elő. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 89 igen, 244 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 10. pontjában Kaufer Virág és Ercsei Katalin javaslata következik, amelynek elfogadása kizárja a 11. pontot. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 49 igen, 284 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 11. pontját teszem föl szavazásra Kis Péter és mások indítványa szerint. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 88 igen, 239 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 14. pontjában Kis Péter és mások terjesztenek elő indítványt, most erről döntünk, a bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 93 igen, 240 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. 19. pontban Berta Szilvia a 11. szakaszban a törvény 136. szakasz első bekezdésének módosítását javasolja a szabadság pénzbeli megváltásának új szabályával. A bizottság nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 48 igen, 284 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 20. és 21. pontokban Kaufer Virág és Ercsei Katalin a 12. szakasz kiegészítésével azt kezdeményezik, hogy az oktatási intézményekben a tanároknak fél év fizetés nélküli szabadság is járjon. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot.
11.281 nem, 37 tartózkodó szavazattal elutasította. A 22. pontban Kaufer Virág a 13. szakaszban a törvény 147. szakasz második bekezdésének elhagyását javasolja, amely a munkaidőpótlék mértékét, illetve szabadidővel történő felváltásának szabályát tartalmazza. A javaslat elfogadása kizárja a 23. pontot, a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlésre a módosító javaslatot. -283 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasított. Az ajánlás 23. pontjában Berta Szilvia indítványáról döntünk, a bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlésre a módosító javaslatot. 45.283 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 24. pontban Berta Szilvia a 15. szakaszban a törvény 193 nagy B szakasz második bekezdésének elhagyását javasolja, amely kizárja egyes rendelkezés alkalmazását az önkormányzati munkaerőkölcsönzés esetére, a bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 48.284 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 25. pontban Kis Péter és mások a 16. szakaszban a törvény 193-ben nagy C szakasz első bekezdésében a kikölcsönzés és a kikölcsönzés ideiglenessége fogalmát változtatják meg. A javaslat alternatívája szerepel a 26. pontban, először a 25. pontról szavazunk az MSZP kérésére. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 81.251 nem szavazattal egy tartózkodás mellett elutasította. Most az ajánlás 26. pontjában Berta Szilvia javaslata következik. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 46.240 nem és 40 tartózkodó szavazattal elutasította. A 28. pontban Kis Péter és mások a 18. szakasz harmadik bekezdésében a törvény 193/E szakaszának kiegészítését javasolják, amely alapján el lehet érni egyes rendelkezésektől a munkadíj díjazása kapcsán. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 52.244 nem, 36 tartózkodó szavazattal elutasította. A 38. pontban Berta Szilvia a 35. szakaszban a munkaügyi ellenőrzési törvény 6/A szakasz első bekezdésében a munkaügyi bírság mellőzésének kizárását tartalmazó esetek körének kiegészítését javasolja. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 47.285 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 40. pontban Kaufer Virág a 37. szakasz második bekezdésében a munkaügyi ellenőrzési törvény 7/A szakasz negyedik bekezdésében szereplő joghátrány szabályát módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 90.244 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A 47. pontban Nyakó István a 81. szakaszban a szabad mozgásról és tartózkodástól szóló törvény második szakasz B pontjában a családtag fogalmát változtatja meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 52.280 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan indítványról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk.
Jelentkezőt nem látok. A zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés téper 3414-es számon, a bizottságok ajánlásait pedig téper 3414/20-as és 26-os számon kapták készhez. Most a határozathozatalok következik.